Csilles szép napot mindenkinek. Ó. Ki lehet fejleszteni. Ez a múltkor valami miatt nem ment, csak nem tudom miért nem. Mindegy. Most már lehet. Nem kaptunk utána semmit. Hála. Ad-e valami? Többen jöjjenek? Egyebek? Mindegy. Na, megyünk. Úgy emlékszem, hogy nagyon sok, igen, nagyon sok piros kellene még, hogy ki tudjuk fejleszteni. Piros bit, ez bit, ez node, ez core, ez meg SP. Jó. Hát akkor bit, node, core. Jó. Mindegy. Piros, kék, meg lila. Kész. Nem foglalkozunk ilyenekkel. A hármas volt az, ami kedvenc volt, mert itt sokat tudtunk gyűjtögetni. Hű, várjál! Várjál, sok! Jaj, jacsém, mekkorákat robban itt minden. Most nem arra megyünk, hogy hanem arra, hogy minél több mindent ki tudjunk még fejleszteni ebből a zágból, mert nem tudom, hogy most már mi lehet. Az a baj, hogy alapból pirossal tudjuk majd a... ezeket a biteket is konvertálni, nem, a... mi az? Kriptót konvertálni. Jó, hát majd a legvégén, amikor már azt látjuk, hogy megy lefelé a HP, akkor majd körbetekerem a pályát, mert így most az a baj, hogy húzigálhatom itt az egeret jobbra-balra. Nagyon sok minden van. Igen, ezt megint elrontottad, hülye gyerek. Figyelj már, a koncentrálj. Úgy. Mennyivel jobb így? Ott is, püf, nézd csak mennyit elhúzott. Nem az, hogy egyedül felrobbantod a kört. Jaj, kör, már megint erre szembe jutott a film róla. Wow! Ja, de ráadásul meg 7 Days to Die-ban van izi. Olyan csajki, aki úgy néz ki, mint a körből a... itt volt a nyelvemben a neve. Na mindegy. Úgyse fog most már eszembe jutni. Szóval chillezünk, fejleszgetjük a kis dolgainkat. Áj, nagyon bejött ez a játék. Nem tudom, hogy kötött-e le valami ennyire az elmúlt időszakban, mint az az egy játék. Hasonló stílusban biztos, hogy nem. Tehát ebben az inkrementális fejlesztős stílusban biztos, hogy nem volt ilyen játék. Ha? Most kezdünk egy kicsit fogyatkozni damage-ben. Ebben a játékban az a jó. Mindenki olyan stílusban tolja, legalábbis ezeket a típusú játékokat, ahogy ő akarja. Például biztos van olyan, aki már mit tudom én, egy pár óra alatt kijátsza az egészet. Nem tudom, mi a vége. Van-e vége? Mekkora a skillfa valójában? Ilyeneket nem tudok. De biztos van olyan, aki csak így végig pörgette, és akkor azt mondta, hogy na, jó, elmegy egynek. Rámegyünk majd az összes achievementre is. Lehet, hogy ez már nem lesz majd videóban, mert ki tudja, hogy milyen achievementek vannak. Nem néztem, tényleg nem néztem meg, mert nem az érdekel, most nem.
ez nem az a játék, amit úgy akarok kimaxolni, hogy na most akkor izé, menjünk neki, és akkor maxoljuk ki. Hanem ez úgy, hogy végigjátsszuk, és mivel elvezem, azért még majd lehet, hogy a legvégén még rámegyek arra, hogy meg lesz a második 100%-os játékom is. Meg kíváncsi vagyok, hogy amúgy lesz-e még fejlesztve. Amúgy tényleg nem egy drága játék, mert azt hiszem 3 euró körül van. Tehát 1200 forint. És minden pénzt megért. Tudod, van az, amikor úgy veszel meg egy játékot, hogy láttál róla egy csomó videót, és hogy mekkora király az a játék. És akkor elkezdesz vele játszani, és így rájössz arra, hogy videóban, amit te láttál, hogy mondjuk hetek munkája volt a videósnak abban, hogy eljusson arra a szintre, és akkor úgy mutassa be neked a játékot például. Jártam már így. Én azért... ez egy ilyen döntés volt az én részemről, hogy amúgy, ha bénázok is egy játékban, benne hagyom. Mert... el tudom azt érni, hogy például, most mondok valami, hogy ott van a Flatout. Nagyon sokszor vagyok második, van ennyi, amikor a verseny se sikerül, újra kell kezdeni, stb. De... ha most minden versenyt összevágnék úgy, hogy mindegyik sikerül elsőre, akkor arról egy olyan képet állítanék be magamról, hogy én egy rohadt jó autóversenyzős játékos vagyok. Aztán mondjuk találkozunk, mondok valamit, egy Crew 2-ben. Úgy rájössz, hogy... Nem tud vezetni. Ugye? Tehát inkább lássátok azt, hogy bénázok meg, hogy... mondjuk úgy, hogy szar vagyok néha. Igen. Mint az, hogy például bemutatok egy játékot, és akkor nem mondom el a hibáit, vagy azt, amit én úgy gondolom, hogy hiba a játékon belül. És akkor mondjuk tegyük fel, ti az én véleményem alapján megveszitek a játékot. Akkor rájöttök, hogy amúgy ez gáz az a játék. Hát egyáltalán nem akarok senkit úgymond a tökéletes gameplay-jel állítani. Én azért nem is vágok ki nagyon sok mindent a videóimból. Van olyan, ami kikerül, csak azt is megpróbálom úgy kivágni, hogy ne látszon. Tehát amúgy végignézed, nem nagyon látszik a videókon, hogy melyik van vágva, melyik nincs vágva. Általában mindegyik úgy tűnik, mintha nem is lenne. De direkt úgy vannak megcsinálva, hogy ez szándékosan nem látszik. Au, he, ez sok, hello. Erre nem voltam felkészülve. Jó.
Hűrözik a... Hú, de elvezem. És az a gond, hogy... Tudom, sok embernek nincsen rá ideje, hogy megnézem ezt a videót. Látszik. Sokszor az én megtekintéseimen is. Vagy az első videó, amit mondjuk mit tudom én felteszek egy sorozatból, az pörög, mint az állat, és utána meg nem. Amit most így alapból az elején is ki tudok jelenteni, tehát nálam túl sok reklám az nem lesz úgy a ilyen konzoráltatalom, úgy mondjam. Nem ezért csinálom úgy egyrészt. Én elvezem csinálni ezt. A másik az, hogy például most mondok valamit. Be kellene mutatnom nektek egy billentyűzetet. Mert... Én ezzel kapok pénzt. Vettem egy billentyűzetet, pont azért, mert mások ajánlották, hogy ez mekkora király, meg mekkora jó. 35 ezer forintba került, amikor megvettem. Más véleménye alapján? Tehát néztem róla videókat. Ki mit mond? Nagyon király, nagyon jó, nagyon fasza, nagyon... Fél évre rá, ő francot, 3 hónapra rá, ez egy mechanikus billentyűzet. Tehát, hogy... Első mechanikusom, ami úgymond vélemény alapján lett megvéve. És... Az első 3 hónapban, mivel hogy játszottam is vele, gamer billentyűzet, RGB és mindent tud, amit tudnia kell. Az első hónapban, az első 3 hónapban, amikor megvettem, már szórakozott olyanokkal, hogy vasd nem akart működni, nem kattog. Teljesen mai napig minden más gomb kattog normálisan, a WASD nem. Dolgoztam is rajta, tehát hogy mindenre használtam. Az Enter elkezdett duplán működni. Nem szerelhető, tehát hogy tönkrement benne a switch, ki kell forrasztani. Haver próbálta, mert neki is ugyanígy járt ő is, igen. Na mindegy, és az a lényeg, hogy tehát nem kattog rá 2 hónapra, 3-ra, elkezdett kimenni belőle 1-2 led. Most mondjuk van olyan gomb rajta, ami nem tud csak lilán világítani, semmilyen más szint. Tehát ebbé nem akarok belemenni. Sokan fogtok követni, nem akarom azt, hogy az én véleményem miatt vegyetek meg egy terméket. Mert ezek nem úgy vannak, hogy azt mondja a gyártó, hogy figyelj csak, itt van, 2 év múlva megjelenik ez a billentyűzet. Most érted a logikátlanságát? 2 év múlva megjelenik ez a billentyűzet. Próbáld ki, 2 év múlva mondj róla véleményt. Akkor tudok. Mert 2 év múlva már tudom azt, hogy figyelj, fél év után szétment a switch benne,
3-4 év után elkezdtek a ledek kihalni benne, stb. Telefonnal is ugyanígy vagyok. Hogy elkezdek egy telefont felhypolni, csak azért, Nem, biztos vagy nem. Nem hinném, hogy ezeket a díleket nálam bármikor is látni fogjátok. Ha olyan tartalom lesz, amiben lesz bármilyen izé, szponzoráció, az max azért lesz, mert mondjuk tegyük fel, bemutatok egy játékot. De azokat is mindegyiket csak úgy fogom elvállalni, hogyha én azt mondhatok, amit akarok. Ha én lehúzom a francba a játékot, mert amúgy semmit nem ér a játék, akkor lehúzom. Kész. Ha így nem megy bele a fejlesztő, hogy kulcsot adjon, akkor nem érdekel. Kész. Úristen, ezt most nagyon sokáig toljuk. Ez a robbanás amúgy nagyon sokat besegített a játékba. Ez tetszik? Tetszik? Második? Azt hiszem második próbálkozásnál vagyunk, tehát hogy még Merjem el. Ja, ez még a második. És még amúgy akarákat sebeznek az ellenségek, hogy nem látszik a HP-mon. Egyáltalán... Ott volt. Lejjebb ugrott. 10-re. Ott volt. Megint. Alakul. Erősödjetek már annyira, hogy vége legyen, mert most már... Unni fogják a emberek. Kb. Van vagy 10 perc, hogy ezt az egy pályát toljuk, nem? Jól. Az a baj, hogy nagyon sok bitet kapunk, és ez meg állandóan tölti vissza a HP-mat. Plusz van erősített HP. Töltés is. Szóval nem tudom, hogy egyáltalán meg fogunk-e elkövetkezendő időszakban ikkanni. Megburdelünk. Az a baj, hogy a nagyok tudnak rajta egy picit lejjebb húzni, de ők se eleget. Egyszerűen nem tudok olyan elkeség csoportot találni. Ah, ott. Kékek. A kékek tudnak. Nem. Akkor nem tudom. Nem is érdekel. Még játszunk egy kicsit. A legrosszabb esetben megszüntetjük a pályát, de abba hagyjuk. Jó, mondjuk most már erősödnek annyira, hogy most már két lövés a legtöbb jel, tehát hogy valamikor el kell fogynunk. Vettem amúgy, hogy ennyire durván haladunk. Igen, mert pofázok, tudom. De ez tényleg olyan, hogy... Ezt én akkor, amikor ezt az egészet elkezdtem, akkor eldöntöttem, hogy nem. Egyrészt nem ezért csinálom.
Az alapelképzelés, hogy miért kezdtem el ebbe az egész YouTube-ozásba, az az volt, hogy azért veszem fel a videót, mert úristenem. Most már azért érezhetően megy le a HP néha. Tehát azért veszem fel a videót, úgyis játszanék ezekkel a játékokkal. És miért ne vegyem fel? Kommunikációs képességeim fejlődnek. Jobban tudok koncentrálni, mert azért azt megtanulni, hogy egyszerre beszélj, és játsz, odafigyelj a játékra, ez baromira nehéz. Jó, van olyan, akinek megy, nekem nem. És azt hiszem, pont a múltkor VR Pistitől láttam egy ilyen videót, ahol mondta, hogy ez az őzés, amit én még nagyon nem tudtam levetkőzni, egyre jobb. Tehát, hogy ahhoz képest, amit mondjuk mit tudom én, 2 hónappal ezelőtt feltöltöttem videót, ahhoz képest már sokkal jobb. De még mindig van, amikor észreveszem. És ő is mondta azt, hogy tehát 2 lehetőség van. Vagy őzünk, mert muszáj egy kis időt kihagyni az agyadnak, hogy átgondolja azt, amit mondani akar. Vagy tüneteket tartasz a 2 mondanivaló között. És egy is jó, mert mind a 2 csak annyi, hogy az őzés az egy kicsit feltűnőbb. De például én is azért beszélek darabosabban, mert olyankor jön egy... Azaz, mindjárt halunk már. Mindjárt már. Várjál még. Már alakul. Egyes jó Isten. Egy részben lesz benne egy pálya? Így elnézem az egészet, akkor lehet. Jó, ezután megyünk, biztos, hogy fejlesztünk egy jó adagot, és utána megyünk tovább a következő részre. Mármint, hogy a következő szintre. Szerintem most már szereznünk kellett annyi bitet, hogy a nagy részét azoknak a fejlesztéseknek ki tudjuk tekerni. Úgyis lesz még bitünk, tehát hogy most felesleges teljesen kitekernem, bár mondjuk nem, mert utána meg úgyis a bitek nagy részét el kell vernünk kriptóra. Tehát így is úgy is kelleni fog még. Meg hát amennyit szerzünk, akkor azt inkább eltoljuk arra, hogy fejlesztjük tovább a kriptógyártást, és akkor minél többet tudjunk belefelé pakolni. Csak attól is félek, hogy amúgy ott meg az lesz, hogy a bitek egy idő után átváltanak majd a nódokra. Nem biteket kell belepakolni, hanem nódokat. Ha tovább túl sokat fejlesztek rajta. És azt meg nem akarom. Gyorsan össze kell szedni, mert most már meg fogunk halni. Nem, megint visszament a HP-m. Hát ezt nem hiszem el, játék, hagyd már! Most már mennék. Thank you.
Na még, 50 ezer. Szép. Jók voltunk? Voltunk? Na, kezdjük onnan. De. Blue? Sárga. Nem sok kellett volna 15 ezerhez. Ez gyors. Na, ezt már szeressük. Az a baj, hogy nem tudom, hogy melyik irányba kellene elindulni, de csak onnan, hogy akkor induljunk el, legyen egy szisztéma fejlesztésekben. Így. De, még mindig? Ó, te jó ég. Na, ez az. Ezek már bitesek. Ez nem érdekel. Még. Így. Jövünk ide. Ez bites. Vagy izé. Kriptós. Kriptós. Azt a kriptósat megnézzük, mert most olyan fejlesztést kellene venni, ami... Az a baj, hogy megint ott járok, hogy... Plusz egy pulzbolt, az ott lila, nem meg ilyen. Volt. Nem rossz amúgy, csak még most nem tudom úgy használni, ahogy én szeretném. Aha, itt 100% damage. Na most, akkor csináljuk ezt. Bosszokra még most nem megyünk rá, arra majd rámegyünk később. 40 ezer! A bolond vagy te. Nem bosszulunk. Nem érdekel. Ebből egyet innen. Jó, többre számította. Kék. Ahogy kapunk egy drónt. Hoho! Új fegyver. Egy. Ez mit tud? Jó. Még talán belefér egy ötös. Ott a drón! Itt vannak már ilyen nagyon durva alakzatok is. Rozika, mi ez a sok minden? Jó, nem látok. Úristen, túl sok minden van a képernyőn egyszerre. Az az én drónom, basszus. A hatszög vagy ötszög? Várjál, az ötszög. Ügyél még egyet! Nem tudok számolni. Öt. Ja, öt. Ja. De, a nagy szétrobban kicsire. Nem tudom, igen. Nem megyünk a bosszra. Ne öld meg a bosszt! Drón! Hagyd békén! Na azért. Asszus, meghalt a bossz. Én azt hittem, hogy én haltam meg. Na, hülye gyerek. 100% attack size, vagy 2 bolt.
ide. Szeretjük a manuális munkákat. Az jöhet. Erre, mert ez az itt közben kigyűlt. Így. Oké. Na most. Megyünk megint tovább egy upgrade-re. Ez most rohadt drága lesz, úgyhogy ezt hagyjuk. Nem is értem. Ez jöhet így az elejére. Így. Hát, nagyon fasz. Bitumine-ba meg beleverünk 2000-et. Így, így. Bridge. Hatos session. Bum, 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 bum. Jelen pillanatban amúgy nem érdemes mozogni. De azon kívül, hogy összeszedem. Bum-bum. Bim-bum. Csicsat. Anyádat. Ez nagyon király. Jó, tudom, nem hallatszik a hangomon annyira. Tényleg. Rohadt jó lett így a támadásom. Úristen. Remélem úgy, hogy videóban azért ez rengeteg villogás nem lesz annyira bosszantó. Halló, halló, nem belüljük meg a boszt. Nincs időm összeszedni mindent. Ne öld már meg a boszt. Ez mindenféleképpen, ez 80%-kal fogja a droppot összeszedegetni nekünk. Azt a pulzert nem akarom tovább húzni, mert ez... Adjuk. Tehát, hogy ez is megöli nekem itt a bosszokat állandóan. Az kell. Az nem érdekel. Jó, és akkor így. 100% a tech size. Na, még egyet. Jó, és akkor ebbe tolunk egyet. Nem akarom, hogy a pulzár erősödjön, mert nem tetszik. Nem, azért nem tetszik. Persze, tök jó, haladunk előrefelé, csak nem szeretek. Nem. Ez a saját kis tempomban, ilyen kis nyugiban. Ez itt tényleg olyan, hogy nem működ. Jaj. Na végre. Mi volt az előző? Az, hogy amúgy a nagyok akarát ütnek rajtam, hogy beledöglek. Kriptomine, hadd menjen a speed. Hát itt most sok mindent nem kaptunk. Jó, akkor egyel visszább, jó? Majd a következő részen. Hú, öcsém, hogy elment az idő. Észre se vettem. Jó van. Van hitelt minket az ellenség, ami hát egy kicsit barátságtalan volt. De legalább tudjuk, hogy tényleg nem kellett volna még azt a boszt megölni. Én mondtam, hogy nem kell még azt a boszt kincsinálni. De hát most beszélhetek én a... Jö. Húzar. Mondtam neki, hogy ne ölt, meg a boszt, megölt. Adjuk. Na jó van. Találkozunk a következő részben. Megyünk tovább majd. Addig is lájkoljatok, iratkozzatok fel. Szóljatok hozzá. Sziasztok!